A mai videóban a láb és kéz zsipatásáról, a hideg lábérzetről, a rossz végtaki keringésről lesz szó, arról, hogy mi áll az ilyen jellegű tünetek hátterében, illetve hogy milyen terápiákkal tudjuk csökkenteni ezeket a negatív tüneteket. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. A végtagokban jelentkező zsipatás, bizsergés, hidegérzet a legtöbb esetben valamilyen más problémának a tünete, a mellékhatása, egyfajta figyelmeztetés, hogy valahol gond van a testünkben. A vér a leghosszabb utat a szívből kiindulva a lábfejhez vagy a kézfejhez kell megtegye. Ugye a kézfej és a lábfej vannak a legtávolabb tőle, tehát ha valamilyen gond van a központi szerveinkkel, akkor ezeken a legtávolabbi, ezeken a távoli pontokon mutatkozik meg a probléma, mert például ide már nem jut el a tápanyag, a vitamin, az ásványanyag rendesen. A videó további részében szó lesz 7 olyan lehetséges állapotról, hiányról, amely zsibbadó, bizsergő vagy hideg kézláb tüneteket eredményez, okoz, de előtte szeretnék a figyelmetbe ajánlani egy külsőleg alkalmazható szert, amely kívülről tudja támogatni a regenerálódásunkat. Ez a Venoptim gyógypermet, amely 15 féle olyan gyógynövényt és hatóanyagot tartalmaz, amelyek a bőrön keresztül felszívódva javítani tudnak a vérkeringésen, így rövid időn belül segíthetnek a tünetek mérséklésében, csökkentésében. A gyógypermet abban különbözik a krémektől, vagy balzsamoktól, olajoktól, mert jobb benne a benne lévő hatóanyagoknak a felszívódása. Az első állapot, amely zsibbadó, bizsergő, hideg végtagokat eredményez, az a B1 vitaminnak a hiánya, melynek hátterében az esetek legnagyobb részében a prediabetes áll, a magas glükóz és inzulin szint. Azért okozza a B1 hiánya ilyen tüneteket, mert kulcsfontosságú az idegvezetéshez, azaz az idegek működéséhez. A B1 szintje nagymértékben csökken a testünkben a folyamatos, hosszú távú, magas, elsősorban finomított szénhidrát bevitel következtében, azaz a magas inzulin hatására ülülnek ki a legtöbb esetben a B1 készleteink. Onnan tudhatod, hogy B1 vitamin hiányod van, hogy a zsibbadás, bizsergés mellé társul gyakori feszültség, nyugtalan láb, memóriaromlás, álmatlanság is. A cukor roncsolja az ereket, az érfalat, a vékony hajszálereket, amelyek az idegekkel vannak kapcsolatban, károsodhatnak az idegek ilyenkor, ezt neuropátiának nevezzük. Ebben az esetben a megoldás első lépése az időszakos böjtölés, amelyről több videóban is beszéltem már, és a szénhidrátok visszaszorítása a táplálkozásunkban, főként a finomított szénhidrátok. A B1 pótlására a legjobb ételek a sörélesztő, a goji gyümölcslé, a lenmag és a napraforgó mag. Étrendkiegészítő esetén érdemes zsírban oldódó B1 vitamint bevinni ilyenkor, ezt benfotiaminnak nevezik. A második állapot a kálciumhiány, melynek alacsony szintje ugyancsak okozhat bizsergő, zsibbadó érzetet a végtagokban. A kálcium hiány további tünetei a görcsök a testben, vagy például a GG-nél, a fáradékonyság és a töredező körmök. Kálcium hiány alakulhat ki az alacsony D-vitamin szinttől, a mellékpajzsmirigy alulműködése következtében, vesekárosodás miatt, vérnyomás csökkentő gyógyszerek által, a túl sok magnézium bevitelétől, illetve ami a legtöbb esetben okozza, az a gyenge gyomorsav, ugyanis az ásványi anyagok és a nyomelemek megfelelő felszívódásához kellően savas gyomorsavra van szükségünk. Ha súlyosak a tünetek, a kálciumot már kiegészítő készítményekkel érdemes pótolni, de oda kell figyelni a kálcium kötésére, formájára az adott készítményben. A kalcium karbonátot kerüljük, ez van az ásványvizekben is, ez lényegében kő. Ne ígyunk követ. A harmadik ok, ami hideg lábérzetet, zsibbadást okozhat, az a csökkent vérellátás lehet, tehát csökken vagy lassul adott testrésznél a vérellátás. Ennek hátterében állhat alacsony vérnyomás, szívműködési zavar, eltömődött vagy beszűkült ér. Alacsony vérnyomás esetén a nátriumklorid, azaz a valódi só bevitelét kell megemelni a táplálkozásunkban. Az erek tisztításához, regenerálásához a legfontosabb lépés az időszakos böjtölés, a napi étkezések számának lecsökkentése 2-re vagy 1-re, annak érdekében, hogy a testünknek legyen lehetősége arra, hogy regenerálódjon, hogy kijavítsa a hibákat.
Az erek állapotának javítása az nagyon jó a fokhagyma, a galagonya, a bogyós gyümölcsök, a bennük lévő rostok és flavonoidok miatt, illetve a D-vitamin és a K-vitamin, elsősorban az erekben lerakódott kálcium elszállításához. Alulműködő pajzsmirigy is okozhat hideg lábkéz érzetet. A pajzsmirigy felelős az anyagcserénk gyorsaságáért, azaz azt szabályozza, hogy milyen gyorsan használódjon el az üzemanyag a testünkben. Így alulműködésének következtében az anyagcserénk lelassul, így egy idő után az egész testünkben érezhetjük a hideget. A pajzsmirigy alulműködésnek több fajtája van, a leggyakoribb esett probléma az autoimmun jellegű, ezt Hashimoto betegségnek nevezzük. Okozhatja a magas ösztrogén szint is, például a terhesség adott szakaszában hölgyeknél, vagy a fogamzásgátló tabletták szedése is. De máj probléma is állhat a pajzsmirigy alulműködés hátterében, mivel a máj és az epe felelősek a T4 pajzsmirigy hormon T3-má alakításában. Ha gyanítod, hogy pajzsmirigy probléma áll a hideg lábkéz érzeted mögött, javaslom nézd meg az autoimmun betegségekről, a májról, az epéről, illetve a pajzsmirigyről készült videókat. Okozhat idegrendszeri problémákat, zsibbadást, bizsergő érzetet, illetve hideg láb és kéz érzetet a B12 vitaminnak és a vasnak a hiánya is, mely főként vegánoknál és vegetáriánosoknál szokott jelentkezni, de más esetekben is előfordulhat. Ezt az állapotot okozhatja először is a gyenge gyomorsav, ha nem elég savas a gyomorban a sav, nem tudnak rendesen hasznosulni az ételek, a tápanyagok így végeredményben nem szívódik fel elegendő B12 és vas. Erre a megoldás a szüretlen almaecet, illetve a betain hidroklorid, mely leginkább az emésztő enzim tartalmú készítményeknek az összetevője. Másodszor állhat a B12 hiánya hátterében a túlzott alkoholfogyasztás is, tehát a napi rendszeres alkoholfogyasztás is kiürítheti a B12 készleteinket. Hölgyeknél pedig az intenzív menstruáció is vezethet a vaskészletek csökkenéséhez. A hatodik lehetséges probléma a zsibbadó érzet hátterében a gerincmesedés, az ezzel járó egyéb tünetek a nyaki fájdalom, a nyak merevvé válása, a gyengeségérzet, az izomgyengeség és az ügyetlenség. A meszesedés hátterében a K2 vitaminnak a hiánya áll elsősorban, mivel a K2 felelős azért, hogy a kálcium a csontokba, a fogakba kerüljön és ne a látszövetekbe rakódjon le. A hagyományos módon zöldfűvel etetett állatok húsában és tejében van a legtöbb K2, például a keményebb, zsírosabb sajtokban. Mivel a K2 vitamin zsírban oldódó, a hiánya hátterében állhat valamilyen máj vagy epe probléma, például ha kivették az ebédet, mert így romlik a zsírban oldódó vitaminok felszívódása, beépülése. A hetedik és egyben utolsó a magnézium hiány. A káliummal és a kálciummal együtt a magnéziumnak fontos szerepe van az idegi impulzusok zavarmentes továbbításáról gondoskodni, így nem meglepő, hogy hiány a zsibbadáshoz és bizsergéshez vezetett. A magnézium hiány jelei még a fáradékonyság, az izomgörcsök és a csökkent fájdalomtűrés is. A magnézium pótlására érdemes olyan készítményt szedni, amely többféle magnéziumot is tartalmaz, így van benne például magnézium citrát, oxid, foszfát és mások. Mindezeken túl okozhatja a zsibbadás érzetet a migrén, a szklerózis multiplex, agy- és csontvelő daganatok, illetve az idegrendszert érintő vírusos megbetegedések is, de ezeknél az állapotoknál talán nem elsősorban a zsibbadás érzet a legfőbb problémánk. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érdekelhet ez a téma. Kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra és a zsibbadó hideg végtagokról, a rossz vérkeringésről, írd meg a hozzászólásokba, mert így másoknak is segíthetsz. Ha még nem vagy feliratkozva, a csatornára ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!